Pár napja lépett hivatalba Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok új elnöke, és ezekben a napokban mindenki azon spekulál, minden aranypiaci szereplő, hogy milyen hatással lehet az ő elnöksége az arany árfolyamára. De persze nem csak az elmúlt napok témája ez, hiszen már a tavalyi év vége fele, még az elnökválasztás során sokan gondolkoztak ezen, elemzések láttak napvilágot. Jellemzően úgy terveztek, úgy számoltak az aranypiac elemzői, hogy Hillary Clinton elnöksége folytathatja Barack Obama gazdaságpolitikáját. Hillary Clinton a mainstream, a fősodor képviselője lett volna egy kiszámítható politikával, emelkedő kamatokkal az Egyesült Államokban, erősödő dollárral, mindez negatív lett volna az arany számára. Ellenben, hogyha Donald Trump lenne az elnök, úgy gondolták sokan, akkor az negatív lenne az egész világ számára, hiszen eléggé kiszámíthatatlan politikai elképzelései vannak, protekcionista gazdaságpolitikát akar folytatni, így hírlet róla, mindez bizonytalanságot szülhet a világban, feszültségeket gerjeszthet Kína és az Egyesült Államok között, és az ilyen bizonytalanságokkal, feszültségekkel terhelt időszakoknak jellemzően az arany szokott a haszonélvezője lenni, mint biztonsági menedék. És valóban ezt lehetett is látni az elnökválasztás éjszakáján, amikor a hajnali órákban európai idő szerint napvilágot láttak az első eredmények, és látszott, hogy Donald Trump nyeri meg az elnökválasztást, egyből fölpattant az arany árfolyama, 1300 dollár alatt jártunk akkor, és 1320 dollárig realizott néhány órán belül az árfolyam, viszont a nap végére ez az árfolyam emelkedés megtorpant, elkezdett elolvadni az árfolyam nyereség, és azt követően, az azt követő napokban szánkozott lefele az árfolyam lendületesen 1120 dollárig. Ott megálltunk aztán az árfolyam esésben december közepetáján, azóta emelkedett az árfolyam 100 dollárt vissza, ez egy technikai korrekció, 1220 dollárig jutottunk az elmúlt napokra, de mióta Trump belépett a hivatalába, beköltözött a Fehérházba, azóta megállt az árfolyam emelkedés, stagnálunk jelenleg 1200 és 1220 dollár között. Azt gondolom, hogy az elmúlt napokban látott árfolyam emelkedés az egy technikai korrekció, annál nem több, de az elkövetkezendő hetek, hónapok nagy izgalmakat hozhatnak még a piacon, hiszen ez a kiszámíthatatlanság, ez tény, amit Donald Trump valószínűleg az elkövetkezendőkben okozni fog. Sokszor megfontolatlannak tűnő kijelentései vannak, és ezek megrázkodhatják a piacokat, így az aranypiacát is. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az amerikai gazdaságra valószínűleg legalábbis egyelőre jó hatással lesz az ő tevékenysége. Már be is jelentették, hogy kilép az Egyesült Államok a TTP-nek nevezett kereskedelmi egyezményből, nemzetközi kereskedelmi egyezményből, és látszik, hogy az amerikai részvényindexek az utóbbi időszakban emelkedtek, tehát nagy az optimizmus az Egyesült Államokban, az infláció is meglódult, eléri már a 2%-ot, és ezzel egyetemben valószínűleg a kamatok is tovább fognak emelkedni az Egyesült Államokban. Hogy mindez dollár erősödéshez vezet-e? Elméletileg igen, ugyanakkor már is tett egy kiszólást a leendő új amerikai pénzügyminiszter, hogy Amerika voltaképpen a gyengébb dollárban lenne érdekelt, tehát még az is elképzelhető, hogy olyan intézkedéseket fogunk látni, amelyek gyengíthetik a dollárt, és az kedvezne az aranyár folyamának. De persze ne csak Amerikára figyeljünk, hanem Európára is. Európában az elkövetkezendő hónapokban fontos választások lesznek Németországban és Franciaországban, amelyek az euroszkeptikusok megerősödését hozhatják. A brit euroszkeptikusok már nyertek is, hiszen a tavalyi évben megtörtént a Brexit, és az idei évben ez valóságá is fog válni, el fogják hagyni az Európai Uniót. Hogy ennek milyen hatásai lesznek az unió gazdaságára és a monetáris politikára, az ebben a pillanatban persze nagy kérdés. Az eurozóna házatáján amúgy sincs minden rendben, tehát könnyen lehet, hogy az Európai Központi Bank gazdasági stimulációra fog kényszerülni, ez is kedvezhetne az arany árfolyamának. Én mindösszességében úgy érzem, hogy az arany árfolyama 2017-ben folytatni fogja azt a trendfordító útkeresését, amit 2016-ban is láttunk, tehát nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy 1100 dollár fölött tud maradni az árfolyam. Most ebben a pillanatban jókora távolságra vagyunk,
vagyunk innét, hiszen 1200 dollárnál jár a kurzus. Fontos lenne ez a trendforduló folytatásához, hiszen az elmúlt 4-5 évben lefele csordogált az arany árfolyama, 2016-ban a fordulat elindult, aztán az év vége az nem volt szép az aranynál, de azért még pluszban tudtuk zárni a 2016-os évet. Azt gondolom, hogy ez a trendfordító folyamat, árfolyam ingadozások, ezek 2017-ben is még fennmaradhatnak, és aztán kezdetét veheti talán egy újabb bikapiac, egy évtizedig elhúzódó bikapiac, mint ahogy azt a 2000-es évek elején láttuk, de ez a 2017, ez még nem lesz a nagy árfolyam nyereségek éve, ez még az útkeresés, a stabilizálódás évének ígérkezik ebben a pillanatban.